szászlunk három színe, háromszor vésvál szívbe, piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. A piros szín a hűségé, a fehér a tisztességé, zöld az erdő, zöld a rét, boldog legyen ez a nép. Az 1956-os forradalomra emlékeztek Dalmandon. Stamné Juhász Luca polgármester kiemelte, október 23-án a magyar nép bátorságának és szabadság iránti vágyának fényes megnyilvánulását ünnepeljük. Hozzátette, a hősök az egész világnak példát mutattak a bátorságról és a közösség erejéről. Kötelességünk, hogy soha ne feledjük az áldozatot, és ne hagyjuk elhervadni az eszméket és értékeket, amelyekért küzdöttek. Fontos minden évben, hogy megemlékezzünk az 56-os forradalom és szabadságharc hőseiről, mert azt gondolom, hogy akkora nagy értékű történelmi dolog történt akkor, és viszont ez a magyar szabadság napja is, hogy a kicsi kis iskolások, óvodások is tanulják meg azt, hogy igen, voltak emberek, akik harcoltak értünk, és mi is tudjuk ezeket az értékeket követni, és mi is ennek a nyomdokaiban élve éljük az életünket. Elröpült három falevél, az egyik magasba vágyott, talált a felhők közt új világot, emelte a szél. A másik rohanni vágyott, magasba hágott és mélybe szállott, sodorta a szél. Az óvodások és az iskolások ünnepi műsorát követően a város intézményeinek vezetői és a résztvevő gyerekek megkoszorúzták a kopjafát és az emlékművet, és főhajtással tisztelegtek a hősök előtt. Az emlékműnél minden évben koszorút helyeznek el az önkormányzat dolgozói, nyilván itt én, mint polgármester, az alpolgármester úrral koszorúzok, koszorút helyezel az iskola vezető asszony egy pedagógussal, két kis iskolás gyermek a kopjafára teszi fel a kis moha koszorúját, két kis óvodásunkat is bevonjuk már, és ők is koszorúznak, és természetesen az óvodavezető és óvodavezető helyettes is koszorút helyezel, mivel Dalmandon ezek az intézményeink vannak, tehát mindenki részt vesz a koszorúzásban. A dalmandi 1956-os megemlékezés koszorúival a polgármesteri hivatal parkjában álló emlékműnél tisztelget a jövő generációja.